Rengeteg bulizni vágyott csalt ki a Fezen a harmadik napjára is. Pénteken elszabadult a pokol, de természetesen csak a szó rokkos értelmében. Kiváló előadókkal, külföldi és hazai sztárokkal találkozhattak a zenekedvelők ezúttal is. Azért jöttem el, hogy jól érezzem magamat. Ha már itt vagyunk, akkor Korda Gyurit is megnézzük, mert nem láttuk még sose. Jól érzem magamat nagyon. Szeretem a Fezent. Minden évben ki szoktam jönni. A Fezen mindig különös színfoltja a fehérvári zenei rendezvényeknek. A pénteki napon fellépett egyebek mellett a Joysticks is. A fehérvári zenekarral beszélgettünk a koncertjük előtt. Szőke Gábor dalszerző énekes és egyben a zenekar gitárosa arról mesélt, hogy legtöbbször jelen vannak a fesztiválon, hiszen Székesfehérvárra húzzák őket a gyökereik. Számukra fontos, hogy a fehérvári közönség előtt minél többször zenélhessenek. Nem az összes Fezenen, de nagy százalékban majdnem mindegyiken játszunk. Tehát nekünk ez ilyen, hát fehérváriak vagyunk, úgyhogy tök jó zenélünk itt a városban 30, nem tudom hány éve, 30-35 éve, úgyhogy régóta. Úgyhogy nekünk ez fontos is, meg jó érzés is, hogy itt tudunk lenni. Ezután depresszióba estünk, persze nem a szó valódi értelmében, sőt. Legnagyobb örömünkre kicsit közelebbről is megismerkedhettünk a zenekarral. Az egyik legnépszerűbb hazai rock metal zenekarnak számító Depresszió 2000-ben történt megalakulásuk óta egyebek mellett 10 lemezt, 29 videóklipet, egy kislemezt, két válogatáslemezt, valamint egy koncertlemezt készített. A 7-szeres arany és 3-szoros platina lemezes, fonogramdíjas formáció több kiadványával is vezette a hazai lemezeladási listákat. A zenekar színpadra lépései a hazai fesztiválok kiemelt produkciójaként apostrofálhatók. Mi szeretünk valamilyenféle zenét, ezt szeretjük együtt játszani, és a mi ízlésünk találkozik a közönség ízlésével szerintem. Meg én azt gondolom, hogy ennyi idő után is a zenekar meg tudta őrizni a hitelességét. Tehát, hogy igen, mi 42 éves fejjel is szeretünk színpadra menni és zenélni, és én azt gondolom, hogy ez le is jön rólunk. A kiváló fellépők és hazai sztárok sorát erősítette még pénteken a Tobak és a Valmar is. Marics Petiék egészen konkrétan felszántották a színpadot az esti órákban, a közönségük pedig megőrült értük. De hogy miért érdemes a fesztivál utolsó napján, azaz szombaton is a Fezenre látogatni? Nos, egyebek mellett Jude Law, a Fish, a Junkies és Horváth Tamás is itt lesz majd, aki egyébként nem is először lép színpadra Székesfehérvár zenei fesztiválján.